A sikert én úgy látom, hogy több szemszögből tudnám megfogalmazni. Az egyik, hogy sikeresek vagyunk-e a munkánkban, szeretjük-e azt, amit csinálunk, és azt csináljuk-e, amit szeretünk. Tehát ez ugye nem mindegy. De ez csak egy dolog, mert az ember igazán akkor érezheti azt, hogy sikeres, hogyha a magánéletébe és a saját személyiség fejlődésébe is le tud tenni valamit az asztalra. Sikeresnek mondhatjuk azt az embert is, aki dolgozik a saját személyiségén és a mindennapokban szembesül saját hibáival, és azt egy tanításnak fogja fel. Eshegyi Lúcia, a Magyar Érdemrend lovagkeresztjével kitüntetett divattervező, a Luán báj Lúcia divatház igazgatója, vezető tervezője. Küldetésének tekinti a magyar kézműves értékek megőrzését és a fiatal tehetségek támogatását. Nekem az egyik inspirációt, amit adja az Amadinda együttes, az egyik kedvenc együttesem, és ajánlom az ő május 18-ai Zeneakadémiás koncertjüket, 30 évesek lesznek.